az én osztályom. Most matematika óra van. A tanárnénim Zsuzsi néni. Számoljuk meg, hányan vagyunk az osztályban. Figyelj, a párosak fölállnak, a páratlanok maradnak ledugolva. Indulunk levitől. Egy, kettő, három, négy, 11, 12, 13, 14, 27, 28. Így van, 28-an vagyunk. A párosak fogják meg a jobb kezükkel a jobb fülüket, a páratlanok pedig a bal kezükkel a bal fülüket. Holna, ők is fölállhatnak, és szépen csendben a helyére megnézni. Most bekopogunk az ötödikesekhez, Inci néni magyar órát tart. Kedves édesapánk, ránk se céloz, mert téged mi tűzünk szarvunk hegyére, úgy haigálunk rétről rétre, téged kőről kőre, téged hegyről hegyre, s téged hozzávágunk éles kősziklához, ízzé porrá zúzódsz. Kedves édesapánk. Pillancsunk be a másodikosok énekórájára. Csillagfalon mindig fenn vannak az eredményeink. A mi iskolánk délelőtt olyan, mint a többi iskola. Most matematika óra van a nyolcadikosoknál. Gyertek, nézzük meg! Szervusz! Köszönöm. Eljöttél megnézni, hogy a nyolcadikosok mit csinálnak matematikán? Igen. Hát, gyere, nézd meg! Ide csücsüljél, ne? Először is közös nevezőre kell hozni az egyenlőtlenségnek a tagjait, mivel a többi nevező 14, ezért, és ez itt 7, ezért ezt a kétszeresére kell bővíteni. Az azonos nemű algebrai kifejezéseket összevonjuk, így 0 kapunk, amit nem írunk le. A 10 minusz 3 pedig 7 lesz, így azt kapjuk, hogy 7 nagyobb egyenlő, mint 7h minusz 14, mivel a h az kisebb egyenlő, mint 3, ezért a 3 egyenlős lett h-val tudjuk jelölni, és akkor negatív számok nál bármelyik, mert az összes racionális szám megfelel. Aki ebbe az épületbe jár, valamilyen művészeti ágat is kell választania. Számolgó gazdát, meg a nagy szép adat.
Betty, gyere velem! As soon as Pata Pata starts to play, woo! Azat, kukazat, meganatzi, Pata! Azat, kukazat, meganatzi, Betty, gyere velem! Egy évvel ezelőtt jött létre a Bartókban a diák önkormányzat. Azóta teljes erőbedobással dolgozunk azon, hogy minél élvezetesebbé tegyük az itt eltöltött időt. A pletyka nem igaz, hogy mi csak Beethovent és Chopint hallgatunk. Egy évben több bulit szervezünk, amelyen nem csak mi, hanem tanáraink is jól érzik magukat. Ezeken az eseményeken az osztályok műsort adnak, a tanáraink is beöltöznek és együtt táncolunk. Ilyen a Márton napi buli, a Mikulás buli, ahová a Mikulás hintóval érkezik, a farsangi mulatság és a suli buli. Milyen hangszer az a kezedben? Ez egy klarinét. 8 évvel ezelőtt kezdtem meg hangszeres tanulmányaimat, először furuján, majd klarinéton. Később tagja lettem a gyermekfúvó zenekarnak, melyet Deák Sándor tanár úr vezet. A zenekar tagjait összekovácsolták a közös élmények és fellépések. Többször adtunk nagy sikerű koncertet a városban és vidéken. Nagy szeretettel fogadtak minket a határon túl, Adán is. Felejthetetlen élményeink közé tartozik a karácsonyi koncert, mely minden évben megható pillanatokat okoz a nézőknek és a zenekar tagjainak egyaránt. Egy évvel ezelőtt megalakult a gyermek szimfonikus zenekar, mely az országban egyedülálló. Első fellépése, a karácsonyi koncert nagy sikert aratott. Remélem, a jövőben folytatódnak a zenekar sikerei, és évről évre egyre több tehetséges, zeneszerető gyerek csatlakozik a közösséghez. Milyen ruha van rajtad? Rajtam egy tarantella ruha van, mert balettórákra járok, amit már az is bizonyít, hogy a 7. éve járok. Józsi bácsi, a balettmesterünk, néha úgy gondoljuk kicsit szigorú, de amikor sorra érjük el a dobogós helyezéseket, ezt már egyáltalán nem bánjuk. Ha nyáron sem maradjunk gyakorlás és edzés nélkül, nyaranta egyhetes táborba megyünk, ahol a gyakorláson kívül rengeteg a játék, a vidámság és a mozgás is. Miért vagy ilyen mellényben? Egy kórus mellény van rajtam, mert én is kórusra járok. Iskolánkban 2 kórus van, ez egyik a kicsiknek, 3., 4., 5. osztályosoknak, amit Rózsa néni vezet, Fecske kórus a neve. A nagyoknak Ildi néni vezeti, 6., 7., 8. osztályban. Mindkét kórus megyei minősítőre készül, ahonnan rendszerint aranyfokozattal vagy diplomával térünk haza. Ezek a kórus találkozók maradandó élményt adnak nem csak a versenyhelyzet miatt, hanem azért is, mert örömet tudunk egymásnak szerezni. De nem csak komoly zenét szoktunk hallgatni, hanem könnyű zenét is, és erre jó példa a Farsangon megrendezett nagy sikerű karaoke verseny, amit mindannyian nagyon élveztünk. Éneklünk tanévnyitón, tanévzárón és más ünnepségeken is. A 7. Z-osztály idén a kórházban adott karácsonyi ünnepséget. Miért van ecset a kezedben? Mert én rajzszakkörre járok. Nagyon szeretek rajzszakkörre járni, mert az felfrissít, és megnyugtat. Sokan járnak erre a fejlesztő órára, mert nem egyhangú. Jaj, de szép ruha van rajtatok! Nagyon szeretünk táncra járni, mert megismerhetjük a régen élt emberek szokásait és tánccal kapcsolatos hagyományaikat. Tanárunk Tótné Döme Mária, aki 27 éve a Néptánc Együttes vezetője. Én 4 éve táncolok, ami alatt nagyon sokat utaztunk. Mikor elkezdtem a táncot, akkor még kisebbek voltunk, és csak Magyarországon belül léptünk fel, de már tavaly mentünk Németországba, és ez így van ebben az évben is.
Az utazások alatt a csoport nagyon összeszokott. Remélem sokan fognak a néptánc együtteshez csatlakozni, mert a néptánc megőrzése fontos. És te tudod, hogy most hol vagyunk? A klubszobában. Igen, a Diák Önkormányzat klubszobájában, amit nemrég hoztunk létre diákok segítségével. Kitakarítottunk, kicipeltük a sok papírt, mert ez régen informatika terem volt. Vajon mit válaszom?